A városunkban működő Mariánum Egyházi Iskola Központ adott otthont a napokban a 17. Kárpát-medencei Magyar Iskolák Találkozójának, melyre Kárpátaljáról, Erdélyből, Horvátországból, Szerbiából és Magyarországról érkeztek 10 éves fiatalok és pedagógusaik. A 4 nap alatt nem csak városunkat ismerhették meg, hanem ellátogattak Pozsonyba is. Összemérték tudásukat, ügyességüket a Jókai Móról szóló verseny során, előadást hallhattak a református templom gyülekezeti termében, és egy szép gálaműsorral búcsúztak városunktól. Itt létükről szívesen osztották meg élményeiket, gondolataikat. György Emma vagyok, Pilis Csabáról érkeztem, és most először vagyok ezen az iskola találkozón, és nagyon jól érzem magamat. A családok nagyon befogadtak, és nagyon jól érzem magam, mert mindenki nagyon kedves velem. Valakivel már régebb óta barátnők vagyunk, és hát persze velük többet vagyunk, mert ritkán találkozunk, valakivel pedig hát most kötöttünk barátságot. Megnéztük a monostori erődöt és a Klapka teret, és hát nagyon szép volt a tér, nagyon szép a szobor, ami ott van. Én Mezei Dorka vagyok, és én is Pilis Csabáról érkeztem. Hát, és egy nagyon kedves család fogadott be, és hát este ugye így beszélgettünk, hogy itt milyen, ott milyen, és hogy velünk jött még egy lány, aki, ha jól tudom, etédi, és ő is így elmondott mindent, és így ebben folyt nekünk a tegnap este. Ugye mindannyian magyarok vagyunk, és csak más országban élünk, de ugye régen ez is Magyarország volt, és ugyanolyanok, mint mi, csak talán kicsit másak a szokásaik, de így tök jó megismerni, hogy így más embereket. Micel Mese vagyok, Kárpátaljáról, azon belül Aklihegyről érkeztem. Nem első alkalommal vagyok itten, 6. osztálytól járok iskola találkozókra. Voltam már Szerbiában, Pilis Csabán, ott már 2-szer is, és most vagyok először Komáromban. Nagyon jól érzem magam itten, nagyon kedvesek az emberek, tanárok, a gyerekek, és nagyon barátságosak. Az első, amit így megtapasztaltam, az talán az ételek. Eléggé másképp főzünk, persze itt is finomak. Hát talán még a szokások, de így nem sok mindenben különböznek. Hát a városnézések azok nagyon tetszettek, és amikor voltunk a monostori erődben, az is nagyon szép volt, az a táj, meg hát úgy minden igazából nagyon tetszett. Hát szép.